Nagyon nehéz meghúzni a határt jó és rossz dolog között, sőt a saját véleményem az, hogy lehetetlen. Ilyen lesz például, ha figyelembe vesszük azt, hogy a technika és a technológia az segít minket, vagy éppen akadályoz. Ha megnézzük az életünket, akkor egyértelműen mindenki azt fogja mondani, hogy olyan technikai vívmányok vesznek minket körül, ami nélkül mi már nem tudnánk megélni. De ez nem így van. Az tény, hogy nehéz lenne az átállás, sőt az is tény, hogy teljesen agyament hülyeség lenne az, hogy kidobjuk a technikai dolgainkat, amik körülvesznek minket, ezeket használni kell, és ezeket meg kell tanulni használni helyesen. A helyes használat nem azt jelenti, hogy hogy fogod a kalapácsot, és erre kell megtanítani a gyerekeket, hanem az, hogy mire kell használni egy technikát, milyen szintig kell elmenni, hogy a technika vegye át a szerepet a munkában, és milyen szinten kell mi magunk elvégeznünk bármit. Egy kicsit félre rakjuk ezt a technika-technológia dolgot, és vegyük figyelembe csak azt, hogy van egy ember, meg egy másik ember, és az egyik a másiknak megtanít valamit, segít neki valamit csinálni. Azt már mindenki tapasztalta az életéből innen vagy onnan, vagy mindkét irányból, hogy ha valaki segít valakinek, akkor előbb-utóbb az, akit megsegítenek, az teljesen elpuhul, és nem tudja megcsinálni utána ezt a feladatot, sőt, egyre inkább azt kéri, hogy megint segítsenek neki. Egész addig, amíg az a másik nem mond egy nemet, és akkor, amikor nemet mond, akkor persze összevesznek. Na, a kettő között kell megtalálni az arany középutat, azt, hogy mennyi az a segítség, amit meg kell adjon az egyik, aki meg tudja csinálni, a másiknak, aki nem tudja megcsinálni. De a másik mennyi segítséget kell, hogy elvárjon és befogadjon a másiktól. Mind a kettő félnek, bölcsnek és okosnak kell lennie, és ez roppant nehéz, mert kevés bölcs és okos ember él a világon, főleg kevés, aki találkozik egymással éppen, de hogyha éppen találkoznak, pont nem vesznek át egymástól semmit. Tehát életszerű az a probléma, hogy maximum az egyik bölcs ebben az egészben. De az egyiknek mindenképpen bölcsnek kell lenni, az egyiknek mindenképpen át kell látnia azt, hogy nem lehet egy segítséget megadni úgy, hogy mindent odadunk és mindent megcsinálunk. Sajnos, most visszahúzzuk ezt a technika témát, sajnos a technika és a technológia körülöttünk, a mai emberiség körül olyan, hogy egy az egyben átvesz különböző szerepeket az embertől. Ha nem vesz át, az csak azért tette meg, mert még az ember nem volt képes leprogramozni, megoldani azt, hogy ez teljes mértékben megoldható legyen, hogy az ember teljesen kiiktatható legyen onnan. A technika sosem lesz olyan okos, mint az ember. Látszólag persze olyan, de ez parasztfakítás, tehát lehet, hogy egy számítógép gyorsabban kiszámolja a számokat, hogy hányszor hány az mennyi, de sosem fog tudni olyan analizálást csinálni, amire képes az emberi agy, sőt, nagyon nehéz azt utolérni, hogy, sőt, ne is érje utol, hogy a technika az olyan asszociációkba bele tudjon menni, mint amit az ember képes csinálni. Az emberi fejlődésnek a titka az asszociációs képesség, és ha ezt már a mesterséges intelligencia meg fogja tudni csinálni, akkor már veszélyben lesz az ember, mert akkor olyan dolgokra is képes úgy gondolkodni majd egy komputer, ahogy az ember, tehát a nem létező dologból, vagy a létező dolgokból létre tud hozni egy nem létezőt, tehát önmaga tudja generálni maga körül a világot. Az ember erre képes. A gépet, ha megtanítja az ember, akkor még mindig az ember lesz okosabb, csak a gép lesz gyorsabb, pontosabb, és leginkább nem fog hibázni. Az ember viszont hibázik, és ez az erénye, mert ezek a hibák, ezek csak bizonyos célok szerint hibák, valójában ezek a hibák nem hibák, hanem ezek újabb variációk, és ezeket az újabb variációkat lehet életszerűvé tenni, tehát az életben telítetté tenni, ez lesz majd egy új dolog a társadalmunkban. Kicsit elkalandoztam, visszatérünk oda, hogy az egyik ember segít a másiknak,
Tehát akkor, amikor előveszed a mobiltelefonodat, és segít abban, hogy ott vannak a számok, hogy kit hívjál föl, és fölhívod ezt az embert, akkor a mobiltelefonnak egyre több olyan funkciót adunk például, hogy már ne kelljen beszélnünk az emberrel, már ne kelljen semmit csinálni, hanem az pont olyan lenne, mintha egymás mellett ülnénk és beszélgetnénk, tehát most már van FaceTime-tól kezdve mindenféle, tehát kameraképpel együtt beszélgethetünk, egyre realisztikusabb minden, sőt, már grimaszokat sem kell vágnunk, mert oda dobunk valamilyen előre megrajzolt grimaszt, és így tovább. És ez nagyon jó. Ez nagyon jó, mert 5000 kilométerre odébb van az a másik ember, és olyan sokszínűen lehet kommunikálni vele. Igen, de amikor elutazunk 5000 kilométerre, és ott vagyunk egymás mellett, akkor is a telefont nyomogatjuk és beszélgetünk egymással. Tehát egyszerűen nem áll vissza az agyunk oda, hogy mi önállóan tudunk kommunikálni, sokkal jobban, mint a mobiltelefon. Az most egy másik kérdés, hogy a távoli kommunikáció ugyanúgy működhet, mint ahogy a mobiltelefon, nem nagyon, nem annyira ugyanúgy, hanem az emberek érzik egymást, hogyha kapcsolódnak egymáshoz. És milyen érdekes, hogy csak azoknál működik, akik tényleg kapcsolódnak egymáshoz, akik tényleg gondolnak egymásra, és nem azoknál, akik egy Ctrl-C, Ctrl-V-vel nyomnak egy üzenetet a másiknak, és akkor hú, de jó fej a másik, mert naponta háromszor is ír nekem, aha, egyszer írta meg, aztán három hónapon keresztül ugyanazt nyomkodja és küldi el. Tehát a lófasz nem figyel senkire, és nem csinál semmit, hanem csak egyszerűen egy gépre bízza a saját kapcsolatait. Így nem azt mondom, hogy tönkreteszi a saját életét, hanem azt mondom, hogy tönkreteszi az emberiség fejlődési lehetőségeit, a technika. Tehát nem most rombol éppen ebben az életünkben, hanem az egész társadalmat másítja meg. Olyan lehetőséget ad a technika, amelyek teljesen megváltoztatják azt, hogy hogyan éljünk. Tehát tulajdonképpen kiírhatjuk azt, hogy a játszma teljesen, a játékszabályok teljesen megváltoznak, meg megváltozott maga a játék, tehát maga az életünk, mert más dolgokra építünk, és a más dolgok már nem az ember, hanem a technika. És erre a technikára való építkezés, ez egy zsákutca, ez egy feneketlen kosár, aminek sosem lesz vége, mindig csak hajszolni fogjuk magunkat magunk után, de most már a technika fogja ezt átvenni, ezt a szerepet, és ő fog hajszolni minket. Többet fogsz megtenni a technikáért, mint egy másik emberért. És ezt, ha megnézed, ez így van, még én is így vagyok ezzel, hogy többet foglalkozom az objektíveimmel, vagy a gépeimmel, vagy a lámpáim, vagy bármivel, vagy a számítógéppel, mint akár a családommal, vagy a barátaimmal. Sőt, azt is mondhatnám, hogy többet foglalkozom az egyébként utált számítógéppel, mint saját magammal. Sokkal többször tisztítom ki az agyát a számítógépemnek, mint a sajátomat. Sokkal többet foglalkozom azzal, hogy az jól működjön, mint a testemmel, hogy az jól működjön. És ebből is látszik az, hogy minden emberre igaz az, hogy eluralkodott felette a technika, és ennek az ember az oka. A társadalmunk az oka, aki erőlteti ezt az egész fejlődést, hogy ebbe az irányba menjen. Ebbe az irányban is mehet a fejlődés, de mehet abba az irányba, hogy az ember tovább fejlődik. Kiaknázatlan lehetőség az ember, egy fantasztikus tárháza a jövőnek, és a technika is az. De ha az ember választhat, és most még ő választhat, hogy ez vagy az, akkor ez kell válassza az emberi fejlődést, és nem a technikai fejlődést. Szóval, igen, meg fogom venni én is a mobiltelefont, fogom használni a technikát, és arra fogom használni, hogy összegyűjtsem az embereket, hogy együtt legyünk mobiltelefon nélkül, együtt tanuljuk azt, hogy hogyan kommunikáljunk, hogyan építsünk társadalmat, hogyan építsünk pártkapcsolatot, családot, üzletet, bármit, olyan részvevőkkel, amelynek a részvevője az ember, az ember, az ember és az ember, maximum valahol legalul ott kiszolgál minket valamilyen technika. Úgyhogy igen, rengeteg technikát meg lehet venni, sőt mindegyik nagyon jó.
de nem mindegy, hogy hogyan használod és mire használod. Bővebben erről a témáról, hogy hogyan alkossunk emberi jövőt, hogyan teremtsük meg azt, hogy az embernek teljesen más jövője és sorsa legyen, és nem csak az emberiség számára, hanem egyénenként, akár a saját magad számára, hogyan változtathatod meg a sorsodat a saját fejlődéseddel, és hogyan változtathatod még a játszmát, tehát, hogy innentől kezdve az életed, mint egy játék, egy teljesen más alapokra fog helyeződni, így teljesen más életet fogsz élni, nem lesz köze a régihez, a jót át tudod onnan hozni, át tudod hozni a szeretetet, a jó tapasztalatokat, a kapcsolatokat, a barátokat, mindent, és a rosszakat el lehet hagyni, és újra lehet építeni egy életet. Tehát nem a technika és az emberről kell szóljon ez az egész, hanem az emberről és az emberről, és mellesleg ott van a technika, mint a hátunk mögött a hegy, előttünk a tenger, és nem ez a lényeg, hanem az, hogy mi vagyunk a hegyen, és mi vagyunk a tengerparton. És nem fordítva, hogy a tenger van rajtunk, és a hegy van rajtunk. Talán így érthetőbb a technikával való probléma. Szóval a Premium Vlogban sokkal többet beszélünk erről, kiegészítjük ezt a témát, körüljárjuk. A videótárban lehet böngészni egyéb videók között. Találkozunk a következő héten, a következő videókban.